Üdvözlöm kedves nézőinket! Ma egy olyan emberrel forgatunk portrét, akinek nevét nagyon sokan ismerhetik országosan, illetve határainkon túl is, akinek Magyarországon munkásságát több díjjal tüntették ki. Üdvözlöm, Ferenc! Fazekas Ferencről van szó, népiparművész. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Tulajdonképpen az önök dinasztiája az 1700-as évekre nyúlik vissza, tehát több mint 300 éve iparművészettel foglalkoznak. Honnan indult ez a történet az ön életében? Hát adott volt a helyzet, mert hogy a családba születtem, nekem a játékom is az anyag volt. Akkor a vakaratlanul megismertem az anyag tulajdonságát. És aztán folyamatosan, ahogy nőttünk, hogy mindig több-több feladatot és nehezebb-nehezebb feladatokat kaptunk a szüleinktől. És amire pályaválasztáshoz jutottunk, akkor egy csomó ismeretet már sikerült begyűjtenünk. Természetesen nem tudtuk a szakmát, de az alapismeretek megvoltak. Tulajdonképpen 1714-től körülbelül információim szerint a Fazekas név akkor jelent meg először. Itt a Sáréten honnan lehet ezt az agyagot beszerezni? Hogyan történik ennek a beszerzése? Tehát a Fazekas központok mindig ott alakultak ki, ahol megfelelő alapanyag rendelkezésre állt. Az Alföldön a másodlagos helyű agyag található, ami tároló és vízes edényekre kiválóan alkalmas, ellenben sütő, főző edényeket nem lehet készíteni belőle. Tehát természetes, hogy Nárura határában egy nagyon jó minőségű, magas vasaltalma agyag található. Ez azért fontos, mert ebből lehet fekete cserepet égetni. Miért fekete? Mitől fekete a kerámia? Ez egy nagyon régi égetési eljárás eredménye. Egy redukciós eljárásra kell égetni, ami annyit jelent, hogy az égetés végén megfelelő hőfokon, attól függően, hogy mit égetünk, ez 800-tól 900-950 fokig változhat, hermetikusan lezárom a kemence nyílásait, elvonom az oxigént a tűztől, ezáltal elkezdődik a szénképződés, és ezek a szénszemcsék égnek bele az izoedén falába, illetve a agyag vastartalma is redukálódik, ezért nem vörös az erénytörés felülete sem, hanem sötét szürke. Ettől kapja a fekete színét, semmilyen festéket nem használunk hozzá. Ehhez párosul egy speciális díszítés, ami a fekete cserépen belül csak Nárúvára jellemző, mikor már teljesen megszáradt, de még nem égett erény felületét, egy kavics darabból dörzsöljük. Az a rész, amit átdörzsölögjátok felpolírozom, az lesz a csillogó fekete, és a többi a mat fekete, így jön ki a fény és az árnyék. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezek a motívumok ugye csak Nárudvarra jellemzőek, és hogy ez hogyan készül, de ezt most megelőzte, ön elmondta. Milyen fajta edényeket készítenek? Ahogy említettem az előbb, ebből az agyagból tároló edényeket és vizes edényeket lehetett nagyon jókat készíteni. Minden olyan edény típus készült Nárudvaron, és ma is erre törekszünk, hogy ilyeneket csináljunk, ami a paraszti háztartásokban régen kellett, a víz, hordó, víztároló, ivóedények, és mindenféle tárolóedény, fűszertartó, tolagabonatartóig minden készült. Na, itt nagyon fontos az égetés hőfoka, és nagyon sokan azt mondják, hogy a fekete cserébe nem szabad vizet tenni. Ez így természetesen nem egyértelműen igaz. Ez attól függ, hogy mire készült az az edény. Ha ez egy tárolóedény, akkor azt nem szabad olyan hőfokon megégetnünk, hogy összeolvasszuk az agyag szerkezetét, elveszíti a funkcióját, nem fog levegőzni az erény, avasodik, dohosodik benne, amit beletettek. Ezért meg kell hagyni ezt a porózus szerkezetet, ami száradás közben létrejön. Ez olyan 800 fok körül ég. Ekkor egy mély fekete színű cserepet kapunk, és ebben valóban nem szabad vizet tenni, de nem is kell, mert nem arra készült. A vizes edényeknél viszont nagyon fontos, hogy olyan hőfokon égessük meg, amikor már elkezdődik a cserépképződés, ezáltal összeolvad az agyag szerkezete, tömörödik, és nem fog átengedni a folyadékot. Az önök családjában, az ön családjában mennyire viszik tovább a gyerekek ezt a fajta kézműves mesterséget? Régen még a mi generációnknál is az volt a
természetes, hogy besegítettünk a szülőknek, hisz többségében itthon voltunk, eljártunk gimnáziumba, de hazajárósként este mindig a műhelyben töltöttük az időnket, és be kellett segíteni. Most a mi gyerekeinknél már más volt a helyzet, mert elkerültek kollégiumba, más városba tanultak, ezért kevesebbet voltak a műhelyben, de ezzel együtt is 4 végzett fazekas van a gyermekeink között. A középső bátyám fia Istvánnak a fia főállásban viszi tovább ezt a mesterséget. A nővérem fia orvosként dolgozik ugyan, de fazekasként is végzett, és népművészeti fiúmestere, népiparművész is, mint fazekas. Az én fiam is végzett fazekas, a népművészeti fiúmestere, és hát a mennyim is végzett fazekas, bár ő a 2 unokámat neveli jelen pillanatban. Kicsit beszéljünk már a díjakról, számos elismerő díjat tüntették ki önt. Egy párat soroljunk már fel ebből. Ez az egyetlen olyan család a Magyar Népi Fazekason belül, ahol az 1953-as alapítás óta 4-en kaptuk meg a népművészetmestere címet. Ez az egyik legrangosabb szakmai elismerés, ennél kifejezetten szakmai díj nincs magasabb. Nagybátyám Fazekas István kapta meg elsőként, aztán édesapám, idősebbik bátyám Lajos, és én vagyok a negyedik, aki ezt kezdhethet. És hát ezen kívül számtalan pályázaton nyertünk díjakat. 2 említenék még meg, ha tetszett kérdezni, hogy említsek meg egy párat. Nerül a városa Prólbe-díjjal ismerte el munkásságomat, illetve a Magyar Közösség Ezüstéren keresztjét is megkaptam. Az ön felesége mennyire segít ebben? Ez egy nagyon jó kérdés, mert a mi megismerkedésünk is egy nagyon speciális volt. Hát a véletlenek azok befolyásolják az ember életét, és sokszor meg is határozzák. Hát az enyémet nagy mértékben meghatározza az, hogy őt megismertem, és hogy miért ismertem meg, ezért ez a válaszom a kérdésre, hogy én a Holtvágyon is megkedtem meg a feleségemmel, úgy, hogy ő egyetemistaként az egyik bőműves barátomnál dolgozott nyaranta. És ő kijött a barátommal bemutatót tartani a Holtvágyra, és ott ismerkedtünk meg. Tehát fizikálisan is volt köze a magyar népművészethez. Soha nem dolgozott a fazekasságban, azóta sem, ugye 38 éves házasok vagyunk. De mindig ő volt a kritikusom, amióta megismertem, és ez nagyon fontos. Ugye, amikor én csinálok valami új dolgot, akkor de lehet, hogy ez másokkal is így van, de velem biztosan. Mindig azon, hogy hú, milyen jót csináltam, és akkor amikor meglátja, mondja, hogy hát azért ez annyira nem. Vagy valóban jó. Tehát mindig ő az első, aki véleményt formál arról, hogy mit készítek és hogyan csinálom. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy egy olyan valaki mondjon véleményt arról, amit csináltam, akitől az ember el is fogadja egy részt, másrészt pedig nem sértődik meg érte, harmadsorban pedig biztosabban, hogy jó szándékkal teszi. Visszakanyarodnék picit a díjakra. A közelmúltban jelölték a dinasztiát Prima Primissima díjra. Ennek, ugye most tudtam meg, öntől pénteken dől el. Mivel jár ez a díj? Ez egy fantasztikus elismerés a családnak is, Nárudvarnak is, de azt gondolom, hogy az egész népi fazekasságnak is ugyanúgy. És ráadásul még emellett talán egy kis utat és irányt is mutat az utánuk jövő generációk számára is, hogy érdemes hitelesnek maradni, és betartani azokat a szabályokat, amiket a népi fazekasság megkövetel egy azt művelő embertől. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, nem is akartuk elhinni, hogy egyáltalán számításba jöhetünk, ez egy olyan rangos díj, de a népművészet és a közönség kategóriában jelölték bennünket. Az első 3-an ott vagyunk, a prima része megvan ennek a díjnak, és az, hogy a primissima része meg lesz, vagy nem, az pénteken derül ki. Ez amellett egy elkölcsi elismeréssel jár, nyilván egy fajta kötelezettséget is jelent a mi számunkra, hogy ennek a díjnak megfelelően írjunk és dolgozunk továbbra is, és egyfajta, azt remélem, hogy egy új lendületet is ad a szakmának.
Rohanó világot élünk, ugye ma mindenki rohan, szalad. Maga a fekete kerámia hogyan tud a korral haladni? Vannak-e különböző követelmények, amiknek meg kell felelni? Persze, hát rengeteg kihívás előtt van a szakma. Azzal, hogy a konyha, az átlag konyhai felszerelése is olyan modern eszközökkel bővült, amiket nagyon szívesen használnak a mai háziasszonyok. Ez egyfajta új kihívás is jelent a fazekasság számára, hisz mosogatókép használata, elektromos sütők, főzőlapok használata. Ez minket annyiban nem érint, hogy nem sütőfőzeléket készítünk elsősorban. A mosogatógép használata az viszont minket is érint. Lehet ezeket mosogatógép és mosni, de nem praktikus, nem ajánlott, hisz semmilyen festék nincs rajta máz, ami védeni a felületet. Úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy hagyományos módon mosogassa ezeket az edényeket, de ezzel együtt természetesen a kollégák, akik mázas edényeket készítenek, próbálnak elmenni abba az irányba, hogy magas tűzű tárgyakat készítsenek, amiket lehet mosogatóképbe is használni. Ennek megvan az a veszélye, hogy az a természetessége vészel a népi fazekasságnak, ami benne van. Formailag, mintázatilag van-e, kell-e haladni a korral? Mindenképpen. Maga a forma az, ha hitelesek akarunk maradni, akkor az eléggé meghatározott. Nálunk ráadásul a szín is meghatározott, hogy fekete. Na most ezen belül kell nekünk megtalálni azt a viszonylag szűk mesdjét, ahol tudják is használni, akik szeretik ezt használni a konyhájukban és a lakásukban, és alkalmas is erre a célra. Természetesen a konyhák méretének változásával, a spájzok vagy a hagyományos kamrák megszűnésével leszűkült a fizikális tér. Ebből következik, hogy nem feltétlenül használnak 5 kiló liszt tárolására alkalmas lisztes bőrönöket, vagy cukortartókat, vagy hasonló méretű más tárolóedényeket. Ezért nekünk is át kellett alakítani a nem a formavilágunkat, hanem inkább a méretbeli változásokat kellett követnünk és az elvárásokat, olyan méretű edényeket készíteni, de hiteles formavilággal, amiket a mai háziasszony is el tud helyezni és könnyen tud használni. Mennyire kereslet a fekete kerámia Magyarországon, illetve külföldön? Az a tapasztalatunk, és mi erre is öregszünk, hogy használható tárgyakat készítsünk, és erre szerencsére van igény Magyarországon is, de külföldön talán egy picivel nagyobb. Ez teljesen természetes, mert hogy Magyarországon azért volt 3 nagy fazekas központ, ahol hagyományosan fekete cserjük készült, Náruról mellett Mohács és Szenteskönnyék, és a Csíki medence a határ másik oldalán, a mai határ másik oldalán. Ezért sokkal jobban ismerik, sokkal jobban elérhető a számukra. Főleg Nyugat-Európában ez a fajta edénykészítés, meg általában a népi fazekasság is gyakorlatilag megszűnt. Ezért ott sokkal nagyobb a rácsodálkozás egy-egy hiteles magyar népi cserépre, ezen belül a feketére is természetesen. Én elég sokat járok külföldi rendezvényekre, és azt látom, hogy elsősorban használati tárgyakat keresnek. Előfordul, hogy dekorációs célra is vásárolnak, de olyat szeretnének venni, ami erre is jó, arra is jó. Van-e állandó kiállítása? Mindegyikünknek van egy saját bemutató terme. Ha egy kicsit nagyképűen akarok fogalmazni, akkor egy kis házi múzeuma, ahol be tudjuk mutatni azt, hogy mit készített a család régen, hisz mindegyikünknek van egy gyűjteménye a család régi munkáiból is, és hogy mi az, amit mi ma készítünk, és ezen jó nyomon követhető az is, hogy mi az, amit változtattunk, és mi az, amitől egy cserép, Fazekas Lajos cserepe, vagy Istváné, vagy éppen a Ferenc. Mindenkinek megvan a külön. Pontosan így van, igen. Ez elsősorban a díszítésben jelentkezik. Én arra kérném, Ferenc, hogy
mutassa meg nekünk, hogyan készül egy fekete kerámia. Természetesen az első lépés, az mindig az agyag előkészítés, az nagyon fontos, hogy az alapanyag jó legyen előkészítve. Ahhoz jól meg kell gyúrni az agyagot, ugyanúgy, mintha tésztát gyúrnánk. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy homogénnek kell lenni a szerkezetének, és nem szabad, hogy levegő maradjon az agyagban. Mit okoz, ha levegő marad benne? Korongozás közben is problémát jelenthet. Ahol levegő van benne, gyakorlatilag egy kis dudor van az anyag felületén, ami forgás közben megdobja a szélszámot és a kezünket is, és nem lesz centrikus az anyag, amikor dolgozunk. De ennél nagyobb probléma az égetés, amikor az agyagban maradt levegő elkezd fölmelegedni, megnő a térfogata és széjjel pukkat az egyik. És akkor egy agyagrögöt készítünk belőle, amiből majd készül a tárgy. Régen természetesen lábbal hajthatós koromban dolgoztak a fazekasok, én is azzal kezdtem. Hát a technika itt is segített. Itt már egy elektromos koromban fogok. Egy kis darab agyagot az első darabnál mindig rádolgozunk a forrótányér közepére, hogy stabilan tapadjon le az agyag. Ugyanosan rá kell csapni, és aztán el lehet kezdeni korongozni. Az első lépés az, hogy középre kell fogni az agyagot, úgy mondjuk, hogy középre szorítjuk, és aztán lehet kiukasztani, és el lehet kezdeni a formázását. Különböző keménységű bőröket használunk. Ezt rajtunk kívül csak az őrségben használják. Mindig nedvesnek kell lenni az agyag felületének, hogy ne tapadjon hozzá a bőr. Kiukasztottuk az agyagot, akkor el kell készíteni a tájnak az alját, tehát széjjel kell húzni a korongtányon az alját, amilyen fajtájén készítünk. És azután következik a tengerbe húzása a tájnak. Ez azt jelenti, hogy végignyitom folyamatosan az agyag felületét. Működik Nádővaron egy iskola is, ahol a fazekasságot is. Pont ezt akartam, pont most jutott eszembe, hogy egyébként ön ott oktató. Igen, igen. Mennyire fogékonyak a gyerekek erre? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nálunk a képzés az úgy van, hogy van iskola köteles csoportunk, van már érettségizett vagy felső oktatásban végzett diákunk, és vannak a felnőtt tanítványaink. Az iskola köteles diákoknál mindig meghatározó az, hogy a szülő mit gondol és a pedagógus mit mond. Jobb lenne, ha többen lennének. Az érettségizett és a felnőtt diákaink száma az lényegesen magasabb, ők meg tudatosan válasznak. Elég sok határon túli tanítványunk is van, de aki magyar állampolgár, az ugyanolyan feltételekkel jöhet hozzánk tanulni, mint aki határon belül él.
idő alatt lehet egy ilyen szakmát elsajátítani, legalábbis az alapokat. Igen, ezt köszönöm szépen az utolsó mondatot, mert hogy azt akartam rá válaszolni, hogy 45 éve tanulom. Az alapok. Igen. Nálunk 3 éves a képzés. Ha valaki tényleg szeretné ezt megtanulni, és átlagos kézügyessége van és szorgalma, akkor a 3 év az arra elég, hogy az alapokat megtanulják. Aztán persze onnantól kezdve rengeteg idő kell ahhoz, hogy kialakuljon a saját egyénisége, legyen egy önállóságosat, és teljes biztonsággal uralja az anyagot. Tehát ez minden más szakmában is így van. Így van. Azt szokták mondani, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Igen, ez így is van. Vannak ennek a technikának, például amit most láthatunk, külön nevei? Igen, hát ez a, ahogy szakmailag mondjuk, ez a csőbehúzás, tehát ez a felhúzása az agyagnak. Ezt kell először elvégezni. Ilyenkor tudom elvékíteni az agyagfalát, és csak ez követheti a formázást. Ugye megvannak ezek az alapfogások, amiket be kell tartani, különben soha nem lesz jó a forma, amit készít az ember. Azért látszik, hogy ez némi erőt is igénybe vesz. Nem véletlen van az, hogy régen nem voltak női fazakosok. Ugye a használati tájgyak azért általában nagy méretűek voltak, és az elég komoly fizikai erőt igényel. Mennyivel gyorsabb egy edény elkészítése, ami ott a villanymotor hajtja a korongot? Ugye semmivel? Fizikai könnyebbséget jelent, de gyorsabban nem lehet vele haladni. Ez nagyon fontos itt is, hogy a sebesség, a forgás sebessége változtatható legyen. És a forgást követni kell a kézzel, és hiába forog nagyon gyorsan egy korong, ami elvileg biztosítaná az, hogy hamarabb kész legyen. Ha nem tudom követni a kezemmel, akkor nem fogok előrébíteni. Értem. És akkor, amikor hengerbe húztuk, utána lehet a formát kialakítani, attól függően, hogy melyik kezén nyomom erősebben, gömbölyödik vagy szűkül a tárgy. Ezek azok a fogások, amiket a legnehezebb tanítani a diákoknak, mert hogy a belső kéz mozgását nem látják a diákok, hogy mikor, hogyan kell tartani az ujjunkat. Ezt meg lehet mutatni, el lehet magyarázni, de nekik valójában kell rá kell érezni, hogy így van. Nagyon fontos, hogy sima legyen a korongozott erény felülete, több oknál fogva is, hát egyrészt a látványában is fontos, hogy milyen, hogy fog kinézni, másrészt a tisztántartatósága is megköveteli, és nem lehet szépen díszíteni, ha nem sima a felület. A fekete erényeknél a forma az elsődleges. Nagyon fontos, hogy tiszta legyen a forma. Most ha messziről meglát a fekete cserepet, nem is látszik a díszítése, és ha a forma nem fogja meg, nem fog oda menni és nem nézi meg közelről, na akkor már fontos, hogy milyen a díszítése. Melyek azok a formák, amit leginkább keresnek?
ez nagyon sok minden nem múlik. Igazából nem lehet kiszámítani. Minden olyan dolgot szeretnek, hál' Istennek az emberek, ami funkcionálisan működik, ami praktikus, amit jól lehet. Esetleg kicsi vagy a nagyobbat részesítik előre, is. Nyilván egy kicsi is szépen mutat, ha csak dísztárgynak lesz is meg az ember, viszont egy nagy, annál inkább. Igen, ez mindig azon múlik, hogy mekkora helye van az adott embernek, aki ezt szereti és meg szeretné vásárolni valamit. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy mire szeretné használni. Nekem is van, elárulom. Örömmel hallom. Vizesedény, kis kancsóm, és van váza is. És tetszik is használni őket? Igen. Ez nagyon fontos. Nem tudom, nekem úgy talán nem árulok el nagy titkot a nézőknek, hogy én innen származom Nádudvarról. Nekem hozzánőtt az életemhez a fekete kerámia, gyerekkoromtól kezdve. Ezt nagy örömmel hallom. Nekem anyukám is használta, én is használom. Tehát én ezt láttam, szívesebben részesítek előnybe egy fekete kerámia vázát, mint egy üvegvázát. Nem tudom miért, nekem úgy gyönyörű. Köszönöm szépen. Sajnos nagyon sok olyan ember él Nádudvaron is, aki még nem járt Nádudvari műhelyben. Mert hát itt van olyan természet, majd holnap elmegyek, és aztán eltelik az élet, igen. És egyszer sem vissza. Hát én megmondom őszintén, hogy utoljára általános iskoláskoromban voltam. Azóta nem. Most ért ez a megtiszteltető lehetőség. Nem tudom, tehát nekem a fekete kerámia a modern világba is beleillik. Sokan azt mondják, hogy nem, tehát az olyan régi módi. Nem. Én a modern dolgok mellett is előnyben részesítem. Szép. Nincs erről mit beszélni, gyönyörű. Köszönjük szépen. A család előtt éppen ez volt az egyik legnagyobb kihívás az 50-es években, hogy megtalálni azt a formát és azokat a funkciókat, amik újra használhatóvá teszik ezt az erényt, hisz egy csomó minden kiszorult a mindennapi használatból. Így van. Konyhakultúra és alakáskultúra változásával, de szerencsére a család elhivatottságán köszönhetően sikerült ezt úgy átmenteni a mai korban, ami funkcionálisan ugyanúgy használhatóvá tette, mint régen. Ez egy lekváros szirke lesz. Lesz egy fedele és egy füle. A fül az később kerül rá. Itt nagyon fontos, hogy olyan méretű legyen a száj átmérője, hogy könnyen lehessen kivenni belőle a lekvárt, jól lehessen tisztítani. És annak függvényében, hogy kemencében, régen ugye ezt kemencében dúszolták ki, vagy ma sütőben, hogy ezzel a módszerrel tartósítják, vagy tartósítószerrel fedele van, majd leköti, az szerint kell a fület rátenni az erényre. És ezekkel a körkörös csíkokkal, amit ilyenkor húzunk rá, már meghatározzuk a díszítését az erénynek. Nagyon fontos, hogy a fazekas megnézze az erénynek a fényes oldalát is korongozás közben, és az árnyékos oldalát is. Teljesen más formát lehet látni az árnyékos oldalon, mint a fényes oldalon. Fontos, hogy az agyag belülről is nedves legyen ilyenkor? Igen. Mind a két oldal, kívül belül? Igen. Nagyon fontos.
különben hozzátapad a kezünk, és ott, ahol hozzátapadott, el fog végigni az agyag, és abban a pillanatban kibillenek az élpontból egyrészt, másrészt pedig a stabilitását is elveszít. És akkor így van kész. Hát gyönyörű lett. Köszönöm szépen. És itt egy kis kiöntőt is lehet rátenni, nem mindig szoktak, de az előfordul, hogy van rajta, és akkor ha mondjuk olyan dolgot tárolnak ebben, aminek egy kis leve van, azt le tudják róla csapatni. És a végén így a dróttal lehet leválasztani a koromtányéról, meg domillal, ez attól függ, hogy ki mit szeret, én a drótot sokkal jobban szeretem használni. És általában 10 napig szárad, és utána lehet készíteni. Jaj, de csodálatos lett. Köszönöm szépen. Nagyon szép. Mindig le kell takarítani a koromtányért a munka végeztével. Hát, mint hogy minden más szakmában is, a szélszámokat emlékel vagyunk. Napi szinten mennyit foglalkozik kerámia készítéssel? Hát, és én főállásban ebből élek, ebből éltem. Amióta tanítok, azóta nyilván kevesebb időm van erre, de a hétvégék, az ünnepnapok és az éjszakák azok még mindig itt van. Na most már nyugdíjban megyek, úgyhogy még több időm lesz. Nem túl régen került kiadásra egy könyv, ha jól tudom, a 60 éves születésnapjára? Igen, igen. Kinek az ötlete nyomán született ez? És ez valójában a feleségem ötlete volt. Szerettünk volna egy olyan írásos anyagot kiadni, ami az érdeklődőknek, a tanítványoknak egyfajta szakmai könyv is lehet, és akkor ennek kapcsán született meg ez a könyv, a Bihari Múzeum kiadásában. Igen, van egy példányom, amit anyukámtól kaptam kölcsön, természetesen. Olvasgattam benne, igen, tehát szép. Köszönöm szépen. Ez valóban egy olyan tartalmas, olyan összefoglaló a Merülbar fazekasságáról, a család által készített fekete erényekről, amiben nagyon sok szakmaiság is van, tehát ebből a szempontból is... Oktató jellegű is lehet? Igen, mindenképpen. Nem tudom, ezek után a kis múzeumot megnézhetjük-e? Természetesen, kezdet mosok és... Jó, rendben. Köszönöm szépen. Ezek a darabok kapnak fekete színt? Igen. Ezek mennek utána a kemencébe? Igen, amikor beteszem a kemencébe, és amikor kiveszem, akkor fekete. És akkor lesz itt mat fekete, itt meg ma fényes része, az meg a fényes. Igen, igen. Kis pálinkás. Pálinkás. Na, két baja van. Az egyik az, hogy még nem fekete, a másik az, hogy még nincs benne pálinka. Különböző méretű, formájú, sima sódából válogatott kavics darabokat használunk, ezzel dörzsöljük a felületet, és ahol átdörzsölöm, ott kifényesedik, és ez lesz majd a csillogó fekete felület égetés után. Nyomást gyakorolni ilyenkor? Erősen kell nyomni. Erősen kell nyomni, gyakorlatilag itt éppen az a lényege, ez nem is a díszítés volt itt a fontos régen, amikor ezt a fajta díszítést elkezdték alkalmazni, hanem azáltal, hogy dörzsölöm a még égetetlen, viszonylag puha felületet egy kemény kavicssal, tömörítem a szerkezetét, használhatóvá lehetett tenni. Ezért is volt az, hogy régen nagyon nagy felületen díszítették ezeket az edényeket. És aztán így kérdezi. Nem teljesen. Nos, megérkeztünk a kiállító teremben.
Hol vagyunk most, Ferenc? Abban a fazekas műhelyben, ami ugyanúgy onnan építettünk, de úgy van berendezve, mint egy régi fazekas műhely volt. Ez a korong, amin most ülök, még a dédnagyapámén volt, valamikor én is ezen kezdtem a munkát. Ez az úgynevezett lábbal hajtós korong. A lendítőkerék, amit rúgok, és a korong tányér, amin majd dolgoztunk, ez még eredeti, a többi azon felújított rész. Mennyi idős ez a korong akkor? Hát olyan 150 éves. 150 éves. Jól lehet látni, a lendítőkerék az egy diófából készült, és a rugástól kopott ki ennyire, tehát lehet látni, hogy azért ezt elég sokszor meg kellett ahhoz rúgni, és ugye régén ezt meszit láb hajtották. Igen, azt akartam kérdezni, hogy milyen fából készítették, hogy ez ennyire tartós, ennyi időt kibír. Mindenképpen fontos volt, tehát azért lendítőkerék, hogy nehéz legyen, és itt ezen a környéken vagy akácfa volt, vagy diófa volt, és a diófa az jó nagyra megnőtt, és viszonylag könnyen lehetett akár egy darabból is elkészíteni a lendítőkerékkel. Maga a terem az teljesen úgy van berendezve? Nem teljesen, majdnem teljesen. Annyi különbsége, hogy itt, ahol balkészelő van ez a róca, itt régen mindig egy kis ágy volt, mert hát a család a műhelyben élt az életét, és a gyerekek erre tudtak lefeküdni, illetve a mester, amikor elfáradt, akkor kicsit tudott rajta pihenni. Egyébként a régi bútorok, a család régi bútorai láthatóak itt, és a fotókon pedig a régi szerszámok. A búbosemence az mindig hozzátartozott egy nálóri műhelyhez. Nem ebben égették az erényeket, ezzel fűtötték a helyiséget, és sütöttek, főztek benne a fazagos feleségek. Megmutatja nekünk a többi részét is a kiállító teremnek? A következő helyiségben lehet látni majd azokat a régi erényeket, amiket a család készített, és én még össze tudtam gyűjteni. A legrégebbi darab 1742-es, és a legfiatalabbak pedig olyan 40 évesek, azokat édesapám készítette, mikor 60 éves volt. Tehát akkor van itt több mint 300 éves tárgy is. Kíváncsian várom. Megmutatom. Menjünk. Tessék. Tehát ebben a helyiségben lehet látni azokat a régi edényeket, amikről beszéltem. Itt a sarokban itt a kumul, van egy kis vitrin, ahol gyermekjátékok vannak. Ezeket a család egyetlen korongozó hölgytől készítette. Őt úgy hittek, hogy Fazekas Lídia. Nagyapának volt a féltestvére. És ezt egy nyújtemény, amit nekem ajándékozott. De furcsa, gyerekjátékokat is készítettek fekete keremmel. Ennek nagyon praktikus oka van. Egyrészt a vásárokban mindig, mikor mentek, akkor a gyermekjátékokat nem pénzért adták a gyereknek, hanem mondjuk dióért, és akkor így a karácsonyra való bergébe összegyűlt a dió. Itt lehet látni azt a régi cserepet, amiről beszéltem. 1742-es darab, ez egy lisztartó bödön. Jellegzetes volt a nádúrvari lisztes bödönnek a fül állása. Általában más teljességen függőleges volt a fül, csak nádúrvaron vízszintes. Jézusom, több mint 300 éves, tehát itt is megmutatkozik, hogy mennyire tartós. És hogy mennyire megbecsülték az emberek, az pedig mutatja, hogy ha kiukadt, akkor nem eldobták, hanem megfoltozták. Ez egy vizes korsó, nem is lehet belenyúlni, mert van benne egy úgynevezett rosté, ugye ezeket régen merítették, és meg kell ezt a vizet, és van benne agyaggolyó, amivel tisztították a felületet, de ha kiukadt, akkor befoltozták. És azt mivel foltozták be? Egy papírlapot tettek a fémlap alá, és odahúzatták. Nem folytik a vízszivárgó, de azért benne maradt a víz. Aztán van egy másik változata is, amikor ugyanúgy, mint egy cipőt megfoltoztak. Ezen van kettő is. Ez pedig egy nagyon értékes darab az én számomra. Ezt édesapám készítette, mikor hazajött a fogságból, és édesanyám készítette. Ott pedig egy kúpás cserepet lehet látni, egy bontásból származó. Ugye nádúrvaron régen náttetős házak voltak, és azt valamilyen módon le kellett szegni, és nagyon gyakran fekete cserépen szegték le. Három mélysor tetőcserép, és a kúpás cserép és a két végén volt egy ilyen. És a tetőcserép is fekete kerámiából? Hát mit sem mutatja jobban azt, hogy ezek mennyire időt álló, fantasztikus dolgok.
több mint 300 évet megélni, tehát háborúk idejét kibírni. Igen, hát szerencsére nagyon sok fennmaradt. Ez teljesen. De nagyon kevés maradt nálunk, rengeteget elvittek. Szerencsére nekünk sikerült azért elég sok mindent összegyűjteni. Hát nekünk az azt jelenti, hogy nekem is a testvéreimnek. Ezek azok, amiket édesapám készített, mikor 60 éves. És itt lehet látni édesapámat a edényei között. Ezek a nagy edények? Az például egy zsírtartó edény volt. Ott is nagyon fontos volt, hogy a lehető legbővebb legyen a szája, hogy könnyű legyen a fagyot zsírt kiszedni, és a tetején pedig lyukak vannak, hogy ne avasodjon benne. Szellőzni tudjon. Hát ez az úgynevezett kalapos korsúly, a fülén ittak, és szülték. Igen. Meg is látszik, mennyire praktikusak voltak. Ugye itt az emberek mezőgazdasággal foglalkoztak nagyon régen, tehát ez egy mezőváros is, ha azt nézzük. Földeket műveltek, tartósnak is kellett lenni, praktikus funkciót kellett nekik betölteni, mert ugye nem csak bólítták a vizet annak idején az emberek. Nem véletlen hívek ezeket aratókorsóknak, ugye hát a mezőre hordták benne a vizet, és a legjobban szerették a terrakotta edények terracélra. Az vagy vörös, vagy fekete. Ez állandóan párolgott, szivárgott, nedves volt a külső felülete, ezért hidegen tartotta a benne élő vizet. Így van. Mennyire, de itt is látszik, mennyire kellett a fazekasoknak erre gondolni, hogy kiviszik a mezőre, merítik a vizet, szűrni kellett. A praktikusság az, hogy nem pocsékolódott, ugye a fülénél van az a kis luk, ahol tudtak inni belőle. Ötösen nem véletlenül mondtam én bent a műhelyben, a korongozásnál, hogy a funkciónak meg kell lennie. Na most ezek a formák évszázadok alatt tisztultak le. Ha ehhez a forma az igazából hozzányúlunk, akkor azt csak elrontani lehet. Tehát ennél praktikusabbat, jobbat, amit a mindennapi használat hozott létre, nem lehet csinálni. Sőt, el is veszteni a hitelességét. Így, pontosan így. És akkor az előszobában? És a másik két helyiségben lehetják azokat a kész munkákat, amit én csinálok, és most kész van. Megnézzük testen akkor azt is. Ezek már akkor azok. Ez, ami innen van, ez már mind az. Ez már mind az. Hát ezt eléggé kellett csiszolni kavicssal. Igen, és hát ez is ahhoz, hogy... A belseje. Hát meg hogy esztétikus legyen a belsejét is. Igen. És ugyanúgy a fedőnek is a belsejét. Kulacs a falon. Igen. Az nem volt jellemző nádúvarra, de én azért úgy szeretem kipróbálni más teljességek formavilágából is egy-egy darabot. Egy nagyon szép edény, de nem volt jellemző nádúvarra. És ezt hogyan lehet így kialakítani, hogy pici ugye a szájrész, viszont üreges, tehát igen, ennek hát, is ugye funkciója van, csikósok használták annak idején, pásztorok. Ezt nagyon sok véleképpen lehet csinálni. Én azt szeretem, ha egy tárgy amennyiben lehet egy darabból készül. És ez egy gömb volt, amit összelapítottam, ugyanúgy, mint a butellát. Van, aki ezt két tányérból csinálja, és azt építi össze. De nagyon sok variáció van ezekre a formákra. Értem, csak azért, hogy értsem a technikát, hogy hogyan, hát ez illetve. Ez is egy ilyen kulacsforma. Azt akartam, az volt a következő. Igen, mert ez is üreges belül. Hát ez nyilván nem így van a koromban, hanem így. És akkor ez van összehajtva a két cél az agyunknak, és utána már rákoronkozva ez. Értem. Ő például? Hát ez egy jellegzetes használati táj volt régen, egy kacsonyhitató.
hogy ne tudjon belemenni a kacsa, de mégis többen tudjanak innen egyszerre. Nem is gondoltam egy volna. Egy részig leállsák, hogy ne boruljon föl, és akkor tisztán akar a víz. Aztán ott van a csirkétató változat. Igen, az már mindjárt jobban megismertem volna a... Ez már azért ismerős igen, volt. Igen, hát ez a hagyományos csirkétató, hogy ne tudjon belemenni, ne állzom el. Így van, de arra nem jöttem volna rá, hogy az kacsaitató. Igen, azért van neki akkor a lyukak, hogy a feje azért van. Igen. Tehát itt tényleg mindennek meg volt a funkciója, meg megvan. Persze, azért mondtam, hogy ok nélkül semmi nem készült. Tehát mindennek, ami rajta volt régen egy cserépedényen, annak ennek volt oka. Én azt meg se gondoltam volna, és hát ott látok egy kancsót, most arra kíváncsi vagyok, hogy ez, ez az a bizonyos csali korsó, amiből ugye nem tud kiönteni, nem tud ígyni belőle, hanem mindenképpen a szopókákon keresztül kell, ellenben körbe lyukas. Tehát ha így akkor én akkor nem fog tudni, mert fals levegőt kap, tehát bizonyos lyukakat be kell hozz fogni, hogy tudjon inni egy. De jó. És akkor úgy az szerint kell inni. Tök jó. És akkor itt is az tehát önmunkái láthatók. Igen. És itt van ez a butella, ami ugyanúgy lapított, mint a kulacs. És ugye ez eredendően egy pálinkás edény volt. Kicsivel kisebb méretű, zsebbe tették, lapos zsebbe tehető. És akkor mentek az erdőre mondjuk fát vágni, akkor tudták mi magukkal. Gyertyatartó, ugye? Igen. Ez is egy kis pohárka. Az. Boros pohár. Boros, inkább. Na és itt is látok egy érdekességet. Ez egy mozsár. Igen, most már ez eredetileg nagyobb méretű volt. És aztán volt hozzá egy kis ütő. Ezt nem úgy használták, hogy ütötték, ez volt a rendes méret. Igen. Tehát az a rendes méret. És akkor dörzsölték benne. Igen. Magukat. Ezeket legtöbbször részből gyártották, ugye? Igen, de a zsarakat. De a cseréből is jellemző volt. Ez az a bizonyos lekváros szél, amelyek fedele van. Uh-huh. Ennek mindig a széléhez került a fül. Ha pedig nincs fedele és lekötötték, akkor mindig a széle alá került a fül, hogy le tudják kötni. Értem. Tehát amit most bent készített, az majd eldől, hogy alul vagy felül kapja meg a fülét. Ez is nagyon érdekes, a fedő variációk, hogy milyen fedők vannak. Ugye ezeknél, ami mondjuk lekváros székeznek, mindig olyan pereme van, hogy a fedő belepászoljon. Ugyanis ha levezem a fedőt, akkor jó esélye, a por bele fog kúlni. De hát a lekváról lehet egyszerűen meg bőrös a tetejét. De mondjuk egy cukortartó nem tudott lehet látni. Igen. Ezt a cukortartó edény, vagy egy tejás kannánál is. Ugye nagyon fontos, hogy ne fújjon bele a fedőn akkor, ezért belső peremes fedőt kell csinálni, és szépen, ha leveszem, akkor nem fog bele fújni. Vagy ugyanez van a cukortartónál is. Aj, de csodálatos! Ez egy úgynevezett ételhordó erény, de hát nem praktikus. Ha ránéz az ember, azt mondja, hát hogy lehet ebbe ételt hordani, hogy ne törjön el. Nem is hordták benne, egyetlen egyszer használták, mikor elmentek a kisbabát meglátogatni, és ebbe vitték a leves másodikat, és az erényt is ajándékozták. Így van. Látok itt egyébként lent szűrőhöz hasonló. Hát rengeteg variáció volt a szűrő erényeknek is. Jaj. Ez egy tészta szűrő erény volt. De ugyanez a forma egy kicsit mélyebb változatban gyümölcsmosóként is működött, de van az úgynevezett nyeles szűrő, ez a hagyományos orvosi szűrő változat. Hát. És ebbe bármit, ami szűrés az úgy nyeles szűrő. Tök szuper. De ezek például gyümölcstálak. Igen. Ez a kis kosár formájú is gyümölcskosár. Igen, ez is egy gyümölcskosár. Hát gyönyörű minden. És ő? Az egy nagyon jelentős forma, fűszertartó edény. A hátulja meg van lopítva, azért, hogy a fölakasszák a farakon, ne billegjen, tehát nem bömbüljen miatt.
Értem. Szépen rápaszolok arra. És az egyikben a paprika, a másikban a bors. Sónak nem nagyon praktikus, mert kifehérítik a magja, igen. De minden más fűszenek, igen. Hát, csodálatosak. Az a csíkos edényem a sarokban van, az egy hordó edény. Ugye azért van a fül felfele, hogy teljesen tele lehetett meríteni. Ugye a másik fajta változat, ez a kanta, ez is egy vízhordó edény. Igen. Ezt rúzsra tették, vagy karra akasztották, ugye ez megbillen, tehát csak eddig lehetett vízzel meríteni. Hát tényleg mindennek megvan a maga funkciója, tehát ez vitathatatlan. És el sem tudnál szerintem a hétköznapi ember képzelni azt, hogy igen, tehát cserépedényből miket használtak őseink. Hát ez, tehát minden megvolt, minden. Amit ma én, ugye bemegy az ember és megveszi a fémszűrőt, ők is meg tudták oldani, mert volt mivel, tehát a fekete kerámia itt volt. Tölcsér is készült, például cserépedény, ezt most nem tudom megmutatni, hogy készült. Ez egy jegyamáltó edény. Gyertyát készítettek benne. Így van. Benne volt a forró vízve, amit folyamatosan melegen tartottak. Ebből megolvadt piac, négy sarkára kötöttek egy-egy zsinót, bemátották, mellé tették, másfél bemátották, és szép lassan azért mátogató edény, gyertya mátó edény. Hihetetlen, el sem hinni az ember. És a barna szín, ugye ugyanaz, minden úgy történik, mintha feketét készítenénk, csak oxidációs eljárással égetem. Nem zárom le a végén a kemencét. És akkor kapna ezt a szint. Hát csodálatos minden, ez biztos. És ez a magasabb itató erény pedig a libáknak. Tényleg mindennek meg volt. Hihetetlen. Még néha számomra is, tehát így jövünk, nézzük, és akkor beugrik, hogy tényleg, tehát az őseink is ugyanúgy élték a mindennapjaikat, mint mi. Ugye nem volt ennyi multi cég, boltok, hanem saját maguknak teremtették elő az étkezéshez szükséges alapanyagokat, és azoknak mindnek megvan. Tehát ez azért volt jó, hogy nem volt ennyi üzlet, mert rákényszerültek az emberek, hogy gondolkodjanak, és megoldják az adott lehetőségen belül a problémáikat. Nem véletlen van az, hogy ha végig tetszik itt nézni, akkor lehet látni olyan edényeket, amik régen nyilván nem voltak, mert mondjuk nem ittak kávét az emberek, nem ittak kapucsinót, ha meg vannak. Ezért van a kávésbogja például. A nagyobb változat a kapucsinónak. A kapucsinónak. De hát teját, bort, vitet azért régen is ittak, ahhoz még nagyobb dörgyek mellett. Mindig a meleg italokhoz kell a füles, és a hideghez a fületlen. Hát csodálatos, sok szép mindent láttunk. Én nagyon köszönöm önnek, hogy ezt a lehetőséget megadta nekünk. Csodálhattuk itt a szemnél szebb fekete kerámiát. Én nagyon jó egészséget kívánok önnek, a családnak, a dinasztiának. És a Primissima díj nyeréséhez. Köszönöm szépen a család nevében is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy örömet tudtunk önöknek okozni azáltal, hogy ellátogattunk ide Nádudvarra, és bemutattuk a fekete kerámia történetét. Viszontlátásra! Thank you.
Forgatásunk után december 6-án derült ki, hogy a nádudvari Fazekas dinasztiát magyar népművészet és közművelődés kategóriában prímadíjjal tüntették ki. A Ladány Televízió valamennyi munkatársa nevében gratulálunk az elismerő kitüntetéshez, további jó egészséget és alkotói munkát kívánunk a Fazekas dinasztia minden tagjának.